Tudtátok, hogy már a századfordulón is nyertek világsztárok? Az egyiküket meg is nézhetitek a Rát villában. Ő Loi Fuller volt, ő Amerikában született, de Párizsban futott be nagy karriert, mint táncosnő és mozdulatművész. A mi gyönyörű lámpánk, amit Raoul Lars készített róla, pont tánc közben ábrázolja egy jellegzetes mozdulattal. Az a tánc stílus, amit ő kitalált, fátyoltáncnak is nevezték ezt a stílust, különböző fájtlanok, és kendők maga körül forgatásával nagyon érdekes hatást ért el, és pont ebben a fájtlat feldobó pillanatban ábrázolja őt ez a szobor és lámpa együtt. Loi Fuller annyira híres volt, hogy a korszak Párizsának legtöbb művészét megihlette. Több műalkotás is készült, amelyet neki tulajdonítunk, vagy legalábbis nagy-nagy valószínűséggel úgy gondoljuk, hogy ő volt a modell. Az egyik legszebb darabja ezeknek a műalkotásoknak, ez a gyönyörű függő, amit René Jules Lalique, századforduló legnagyobb ékszerművésze készített. Ez a függő egy kisméretű, üvegből készült nőalakot ábrázol, akinek a haja arany és a felcsavarodó arany hajában fut át az a lánc, amivel a hölgyek a nyakukba tudták venni ezt a medált. Az üveg nőalak körül egy gyönyörű, színes, virágos, azsúrzománc technikával készült palást is láthatunk, illetve, hogyha mindez még nem lenne elég, akkor természetesen néhány gyémánttal is csillogóbbá tette az ékszert a művét.